Mindenki hallott már a trópusi esőerdőket vagy a korallzátonyokat fenyegető veszélyekről, de a biodiverzitás napján a programszervezők a körülöttünk élő világra fektették a hangsúlyt, hiszen a városiasodás az egyre intenzívebb mezőgazdaság miatt Európa őshonos állat és növényfaja is komoly veszélyben vannak. A biodiverzitás egy központi fogalom, ha manapság környezetvédelemről, természetmegóvásáról, fenntartható fejlődésről beszélünk. Maga a szó biológiai sokféleséget jelent. Tulajdonképpen arra gondolunk ezzel, hogy a természetvédelem, a környezetvédelem célja az, hogy a természeti rendszereket egységében óvjuk. A Nyíregyházi Állatpark a Nemzetközi Engedd Élni kampányhoz csatlakozva hazánk őshonos növény- és állatvilágát mutatta be a Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja, a kétéltű és hüllővédelmi szakosztálya, a Nyírerdő ZRT, valamint a park zoopedagógusai és botanikusai segítségével. Az érdeklődők betekinthettek a Magyarországon élő hüllők és kétéltűek rejtett életébe csak úgy, mint a körülöttünk élő madárvilág titkaiba. Elleshették a kosárfonás vagy a csuhébaba készítés fortéjait, és ügyességi játékok keretében megismerhették a növény- és állatvilág kapcsolatait. Megtudhatták, mi az a darázsgarázs, és azt is, hogy ők mit tudnak tenni a közvetlen környezetükben élő növények és állatok segítésére. Volt növényültetés, de a tanösvényen megismerkedhettek a hazai erdőket alkotó fafajokkal is. Szó esett az év madaráról, a harisról, és hagyományosan elültették a 2016-os év fáját, a mezei szilt.